Köszöntöm Önöket, jó estét kívánok! Kék lámpások jönnek ma is a köztérbe, és ahogyan azt már megszokhatták, a műsort a rendőrség felhívásával kezdjük. Jó napot kívánok! A Székesfehérvári Rendőrkapitányság lopásvétség elkövetése miatt folytat büntetőeljárást a képen látható ismeretlen tettesek ellen. A nyomozás adatai alapján két férfi azonos módszerrel tulajdonított el készpénzt Lepsényi boltok kasszájából 2017. december 20-án és 21-én délután. Mindkét elkövető a vásárlást követően az eladók figyelmét elterelve lopott az üzletek napi bevételéből. Az egyik férfi körülbelül 170 cm magas és 30-40 év közötti. A dohányboltban megjelenő személy a bűncselekmény elkövetésekor fekete színű félcipőt, kék színű szövetnadrágot, fehér színű inget, fekete nyakkendőt, fekete V-nyakú pulóvert vagy mellényt és szürke zakót, valamint egy aranyszínű keretes szemüveget viselt. A másik férfi szintén körülbelül 170 cm magas és 30-40 év közötti. Az élelmiszerüzletben megjelenő elkövető fekete színű félcipőt, fekete színű szövetnadrágot, fekete színű inget, szürke nyakkendőt, szürke V-nyakú pulóvert vagy mellényt és fekete zakót, valamint egy ezüst színű keretes szemüveget és ezüst színű fémszíjú karórát viselt. Kérjük, hogy aki a fotokon látható személyeket felismeri, vagy a bűncselekményekkel kapcsolatosan információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a rendőrkapitányságon, vagy hívják a 107 vagy a 112 központi telefonszámok valamelyikét. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Térköveket és különböző nagy faágakat dobált az úttestre, ezzel pedig számtalan balesetet okozott egy férfi, akit nemrégiben a Seregélyesi úton fogtak el a rendőrök. Hogy miért döntött úgy, hogy ezeket a dolgokat balesetveszélyesen az útra hajítja, az máig nem teljesen derült ki. Végül itt a Seregélyesi úton kapták el csütörtökön a rendőrök azt a férfit, akit azzal gyanúsítanak, szándékosan több közúti balesetet is okozott a megyében. A rendelkezésre álló adatok alapján egy 56 éves kisapostagi lakos korábban több alkalommal az autópályák, illetve a főútvonalak úttestjére különböző tárgyakat helyezett el, veszélyeztetve ezzel a közúti közlekedésben résztvevők biztonságát. Köveket, útpatkát, faágakat és rönköket pakolt a férfi több tucatszor az úttestre, melyeket úgy tudjuk sokszor saját kocsijával szállított az egyes helyszínekre. Az M6-oson, az M7-esen és a 62-es főúton is hódolt káros szenvedélyének a gyanúsított, míg el nem kapták. Eddig egy tucat baleset írható a kisapostagi férfi számlájára, de elképzelhető, hogy több eset eddig feltáratlan maradt. A megye útjain több közúti közlekedési baleset is történt, éppen ezért elképzelhető az is, hogy vannak még olyan érintettek, akikről jelenleg a rendőrségnek még nincsen tudomása. Ezúton is kérjük, hogy aki hasonló eseménynek volt részese, az jelentkezzen a rendőrségen. Hogy a kisapostagi férfi milyen okból veszélyeztette mások életét, azt még vizsgálják, de információink szerint a gyanúsított autómentőként dolgozik. Valóban autómentő volt, ez hamarosan kiderül, mert hogy a vendégünk Makróbelt rendőrszázados, a Székesfehérvári Rendőrkapitányság kiemelt közlekedési főelőadója. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Autómentő volt? Hát eddig a rendelkezés állatok alapján igen, valóban egy autómentéssel foglalkozó kisapostagi férfia gyanúsítható alaposan, hogy ezeket a bűncselekményeket elkövette. Tett egyébként azóta vallomás, mert lassan, hát több mint egy hónap azért eltelt az elfogása óta, hogy áll most a nyomozás, tette a gyanúsított vallomás, mivel indokolta ezt a tettet, azon túl, hogy megélhetési problémái lehettek, gondolom én. Hát az elfogását követően gyanúsítottként hallgattuk ki, ahol hát a bűncselekmény elkövetését tagadta, de a rendelkezés álló adatok alapján mi azért kezdeményeztük az előzetes letartóztatását, amit a bíróság el is rendelt 30 napra, és most kértük ennek meghosszabbítását. Tehát akkor jelenleg börtönben van a férfi? Igen, jelenleg előzetes letartóztatásban van.
Hogy áll a nyomozás abban a tekintetben, hogy az elfogás akkor 12 darab ilyen baleset gyanúja merült fel, ami az ő számlájára írható? Lett-e azóta több? Milyen jellegű balesetek voltak? Mennyire súlyosak ezek, és hogyan észlelték az autósok ezeket az úttestre dobált dolgokat? Hát 14 rendbeli közlekedés biztonság elleni büntettel lett meg gyanúsítva az elkövető. Azóta a több médiában is felhívás tettünk közzé, sértettek jelentkezése miatt. Hát azóta így mondhatom, hogy jelenleg olyan 35 jelzés érkezett, ami hasonló jellegű közlekedési baleset miatt. Ezek vizsgálata folyamatban van, a sértettek folyamatosan jönnek és szerezzük be az információkat, adatokat ezekkel kapcsolatban. Hát annyit tudok elárulni, hogy ez az esti órákban történtek ezek a balesetek. A gépkocsi vezetők arról tudtak csak beszámolni, hogy lakott területen kívüli úttesten egyszer csak a lámpa fényébe megvillant előttük. Érdekes módon mindig az úttest, a forgalmi sáv mértani közepén elhelyezett tárgy. Ezt sajnos egyik esetben se tudták elkerülni a vele való ütközést, hol a kerékkel ráhajtottak, próbáltak kitérni, de nagy esetben csak bíztak a vak szerencsébe, illetve hogy a járművőket meg tudják állítani az akadály előtt, ezért általában a jármű eleje, olaj, dekni, klímaberendezések, illetve a futóművek rongálódtak. Sok esetben üzemképtelenné vált a gépjármű. Az volt a furcsa baleseteknél, meg azért figyeltünk fel rá, mert a kihallgatások során felmerült, hogy nagyon rövid időn belül, egy-két perccel a balesetet megtörténte után megjelent egy autómentő a helyszínen, aki felajánlotta a segítségét a gépjárművek elszállításába. Óriási tragédia is lehetett volna. Hát a vak szerencsé múlott, hogy nem lett, mert többen is úgy számoltak be, hogy próbálták balra elrántani a kormányt, és így a szemközti sávba is átsodródtak. És a vak szerencsének köszönhető, hogy éppen akkor arra nem közlekedett másik jármű, illetve hogy itt a bejátszásban is elhangzott, hogy az M7-es meg az M6-os autópályán is történtek ilyen jellegű balesetek, és ott pedig ugyanúgy a másik sávba átsodródtak, és mivel mindenki tudja, hogy az autópályákon azért elég nagy a forgalom, meg a sebesség is jóval nagyobb, mint egy sima főútvonalon, eddig a rendelkezés áldozatok szerint nem történt személyisérüléssel járó közlekedési baleset, kimondottan csak anyagi kárra járók, amik több esetben a több milliós értéket is meghaladják. Mi lehetett mégis a rendőrségnek az az információ, hányadik esetnél lehetett, amikor gyanússá vált, hogy túl sok a hasonlóság ezekben az esetekben? Hát a Székesfehérvár rendőrkapitányság illetékességi területén az 2017. október közepe vége fele jelentkeztek az első ilyen jellegű közlekedési balesetek. Az első egy-két alkalommal még szabálysértésként kezeltük a dolgot, mert hát elő szokott fordulni, hogy járművekről különféle alkatrészek, vagy esetleg mondom, építési törmelék az úttestre kerül, de mivel mondhatni heteken belül több hasonló jellegű baleset is történt, és kimondottan egy útszakaszra vonatkozóan, így már felmerült bennünk is a kételj, hogy ez nem egy helytelen rakományrögzítéssel kapcsolatos közlekedési baleset, hanem itt egy kicsit túl kell gondolnia az esetet. És akkor itt néhány hétről van szó, amíg ezt a tevékenységet végezhette ez a férfi? Hát most a rendelkezés állodatok szerint, ahogy itt próbáljuk itt felderíteni itt a sértetti kört, 2016 év végéig tudtunk eddig visszamenni, szóval 2016 novemberében is már jelentkezett sértett, aki hasonló közlekedési balesetet szenvedett. Szóval ez már évek óta.
elkövethette ezeket. Mire számíthat egyébként büntetésügyileg? Hát büntetésügyileg, mivel hát ez egy büntet, azaz 2 évet meghaladó szabadság vesztésre sújtható, illetve hát ha az 50 000 forint rongálási kárt eléri az egyes cselekményeknél, akkor még a rongálással is meg lehet gyanúsítani az elkövetőt. Csak ezeket még tisztázni kell, számlákat, adatokat kell beszerezni, és akkor a végén tudjuk megállapítani, hogy hány esetben még esetleg a rongálás bűncselekménye is felmerül. Mi történik akkor, hogyha esetleg egy személysérüléses balesetnél is kiderül, hogy valószínűleg ez a férfi tehet arról, hogy baleset történt? Hát ott már a törvényben, hogy le van írva, az már minősítő körülménynek értékelhető, ha esetleg súlyos sérülés, vagy maradandó fogyatékosság, súlyos egészségromlás, vagy esetleg halálos következménye lehet ennek a közlekedési balesetnek, akkor értelemszerűen a büntetési tételek emelkednek. Mi lehet a maximum? Hát ez most jó kérdés, most így fejből... De évekről van szó. Hát mondom, alapeset az 3 évig terjedő, és utána 5 év, 8 év, és akkor így fölfele. Világos, ez csak egy zárójeles kérdés, hogy egyébként a balesetet szenvedett autósok, a sofőrök igénybe vették-e az ő szolgáltatásait? Mi volt a tapasztalat, a tendencia? Hát több esetben igénybe vették, mivel minden esetben le is nyilatkozták, akiket már meg tudtunk hallgatni, hogy nagyon megijedtek a balesetet követően, és úgymond... Szerencsésnek érezték magukat, hogy ilyen hamar itt a segítség. Mert sok esetben a gépjárművezetők nem is tudják, hogy ilyen esetben azért a rendőrhatóság értesítése ildomos lenne, mert esetleg a biztosító addig nagyon nem is áll velük szóba, hogyha erről nincsen rendőrségi papírjuk. És örültek, hogy a helyszínen egyből ott van egy segítség, aki határozottnak tűnt, és több esetben is nyilatkozták, hogy ő beszélte le a sértetteket arról, hogy a hatóságot értesítsék, mert elhitette velük az, hogy úgyse tudják megtalálni, hogy melyik gépjárműről esett, vagy terrautóra estek le ezek az építési törmelékek, és csak felesleges utána járás húzavona lenne az, hogyha a rendőrséget értesítik, és ezzel úgymond meggyőzte a sértetteket, hogy felesleges a rendőrség értesítése, és természetesen felajánlotta a segítségét, ahol több esetben el is fogadták. Figyelte ő a balesetet valahonnan? Hát ez még a vizsgálat tárgyát képezi. Így, mint mondtam is, hogy az volt bennünk, akkor merült fel bennünk, hogy ez azért nem egy egyszerű közlekedési baleset, hanem egy kicsit ez bonyolultabb, hogy ahogy már bennünk is felmerült a gyanú, hogy itt ezek nem véletlenül kerülhettek oda az úttestre, hogy minden esetben mondták, hogy rövid időn belül megjelent egy autómentős. És az adatgyűjtés során le tudtuk szűkíteni erre a kisapostagi úrra, és hát nem csak nekünk lett gyanús, hogy ilyen szerencse nincsen, hogy éppen minden esetben, itt mondhatni, maximum 5 percen belül pont akár az M7-esen, akár az M6-oson, vagy a 62-es számú főúton, hogy éppen pont ő érkezik oda elsőként. Köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk a stúdióba, és mindezt elmondta nekünk. Én is köszönöm. Február 22-e az áldozatok világnapja. Ennek apropóján beszélgetünk most a bűnmegelőzésről. Stúdiónk vendége pedig nem más, mint Vörös Ferencné rendőr, a rezredes, a Fejér megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályának vezetője. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, szervusz! A rendőrség nem csak a felderítéssel foglalkozik, a bűncselekmények felderítésével, hanem a bűnmegelőzéssel is. Mit jelent ez pontosan, és az osztálynak melyek a legfontosabb feladatai, kiknek a számára? Mi azért próbálunk lenni, hogy ne váljanak áldozatokká az állampolgárok, ezért megpróbálunk minden korosztálynak olyan programokat kidolgozni, vagy javaslatokat tenni, amelyeket ha betartanak, vagy megfontolnak,
akkor kevesebb esély van arra, hogy áldozattá váljanak bármilyen tekintetben. Nagyon fontos területeink vannak, ilyen mondjuk az ifjúságvédelem, az áldozattá válás, családon belül erőszak, vagyonvédelem, személyes védelem, kerékpárok védelme, otthonok védelme. Elég széles a paletta, van mit tennünk. Egyetlen egy dolog van, hogy statisztikailag mi nem tudjuk magunkat igazolni, hisz nem tudjuk megmondani, hogy ha az ajánlásainkat meghallgatják, odafigyelnek, akkor vajon ebből, akik potenciálisan áldozatokká válhattak volna, hányan nem fognak áldozattá válni. Iskolákba, óvodákba látogatunk el, nyugdíjas klubokba látogatunk el, és hát igazándiból mindenhova, ahová elhívnak minket, és megpróbálunk olyan ötleteket adni, olyan felhívásokat eszközölni, a médiák segítségével azokat bevonva, amik tulajdonképpen, hogyha egy pici odafigyelés és a mi tanácsainkat meghallgatva eljutunk oda, hogyha már valaki nem fog áldozattá válni, ő már úgy fogja érezni, hogy szubjektíve a mi segítségünk által nem lett bűncselekmény áldozata. Egyfajta önbizalmat is adhat akkor ez a tudás. Maradjunk itt az elején, ahogy kezdjük, akkor ezt a bemutatót az ifjúságvédelemmel. Mely korosztály tartozik ide, és milyen programokat dolgoztak ki annak érdekében, hogy a fiatalokat segítsék? Nagyon-nagyon sok programunk van igazándiból ifjúságvédelem területén, hiszen adhok jelleg is hívnak minket iskolákba, különböző rendezvényekre, középiskolákba, óvodákba, illetve ott, ahol egyáltalán ifjúság tartózkodik. Nagyon széles a palettánk. Óvodáskortól megpróbálunk jelen lenni a gyerekek életében, hiszen úgy, ahogy megtanulják a gyerekek, hogy hogyan kell késsel villával lenni, vagy egyéb higiéniai előírásoknak hogyan kell megfelelni, meg kell tanulniuk azt is, hogy a szabálykövetés az az ő érdekük is. Tehát ha betartják azokat a normákat, amelyek lehet, hogy elsődlegesen nem szimpatikusak nekik, de idővel rájönnek arra, hogy ezek a normák az ő érdeküket is szolgálja, hiszen a többiek is megtanulják, akkor az az ő céljuk is, hogy elsajátítsák. És akkor most egy kicsi zárójeles megjegyzést teszek. Azt hiszem, hogy az Ovizsaru programról van szó, amit itt Fejér megyében Vörös Ferencné Mónika volt az, aki ezt kitalálta, kidolgozta, és ma már egyébként az egész országban használják ezt a programot, és akkor a zárójelet befejeztem. Köszönöm szépen. Ha már itt szóba hoztad, ez így van. Tehát 2005 óta jelen van ez az Ovizsaru program, és ahogy említette, a országos program már fejlődött, és több mint 700 óvodában van már jelen. Ez egy büszkeség, főleg Fejér megyének, hiszen innen indult el. De általános iskolásoknál is ott vagyunk, a DADA programmal, ez is egy országos program, középiskoláknál az ellenszer program. És azért jó ez igazándiból ez az Ovizsaru program is, ha már itt picikét leragadunk, mert azt gondoljuk, hogy az óvodásokat nagyon nem érheti veszedelem, hiszen ott vannak a szülők, gondoskodás, nagyobb testvér. De ha belegondolunk abba, hogy még júniusban, júliusban óvodás, még augusztusban, szeptemberben pedig iskolás lesz, és egy iskolástól már elvárunk dolgokat, hogy ismeri a szabályokat, akkor ez egy nagyon fontos korcsoport, és ha már iskolás, akkor elvárjuk, hogy egyedüli döntéseket is tudjon hozni, és az iskolában nincs arra idő első osztályban, hogy a gyerekekkel olyan jellegű foglalkozásokat tudjunk tartani, ami felhívja őket arra, vagy a figyelmüket a biztonságos otthontartózkodásra, a közlekedés biztonságára, egyéb ismeretlen személyekkel való kapcsolatteremtésbe, kivel mehetek el, hogyan viselkedhetek. Ez fontos felkészítője az iskolai érettséghez, hogy utána a szülő bátran tudja őket elengedni. Aztán az általános iskolában pedig a DADA program, az egy kicsikét már úgy mondhat, olyan pontossággal fogalmaz meg dolgokat, amire az Ovizsaru csak felhívta a figyelmet. Ott nem ijesztő egyébként a gyerekeknek ez a, tehát hogy szembesülnek azzal, hogy a világ nem feltétlenül csak jó, hanem vannak dolgok, amire oda kell figyelni, vagy hogy lehet ezt tálalni a gyerekeknek, hogy ne legyen számukra mindez ijesztő? Igen, nagyon fontos az, hogy soha ne azt keltsük a gyerekben, de a felnőttben sem, hogy félni kell. Mert akkor abban teljes mértékben igazad van, hogy ezt a félelmet próbáljuk bele táplálni. Játékos formában, korosztálynak megfelelő formában, és nem mi mondjuk ki,
hogy mi az, ami baj lehet, hanem a gyerek mondja meg a foglalkozás keretében, hogy ezt így kellett volna tenni, vagy úgy kellett volna, ő mondja ki. És akkor már az ő szájából a másik, aki őt hallja, akkor tanul belőle. Ezért is fontos, hogy az OVIZSA programnak az egyik eleme az, hogy nem mi rendőrök, első alkalommal mi megyünk, de utána a kézbábok fogják elmondani. És ott már a gyerek nem azt látja, hogy a rendőr, persze ott a rendőr Robi, amit az óvónő fog megtestesíteni, vagy legalábbis hangot adni hozzá. Ez egy cukik is báb. Így van, három bábunk van most már, a rendőr Robi, a rossz csont Ricsi és a rossz csont Rózi. És itt ez egy kicsit személyesebb, tehát oldani kell, nem szabad a gyerekekben ezt a feszültséget még rájuk telepíteni, hiszen épp elég teher az nekik, hogy meg is kell ismerniük ezeket a szabályokat. Tehát korosztálynak megfelelő, játékos módon, élménypedagógiai eszközök használatával. Mik a tapasztalatok egyébként a fiatalok részéről, miután részt vettek egy-egy ilyen programban, vagy valaha egyszer, hogy nem tudom, hogy visszajut-e hozzád valami hasonló, történt velük valami, de azok alapján, az információk után egy kicsit másként élte át az adott dolgot? A rendőrség ugyanúgy, mint katasztrófavédelem vagy egyenruhások, még mindig misztifikus egy picikét a mi hivatásunk, és persze érdekes a gyerekeknek, szeretik, ha a rendőr megy a csoportba, akár az óvodába, akár az általános iskolába. Középiskolásoknál, mert kicsit vigyázni kell, ők már azért jobban érzékelik azt, hogy szabályok, és ha nem követem a szabályt, akkor esetlegesen olyan büntetést is kaphatok. Tehát ők egy picit elzárkózottabbak az egyenruhával, de ott viszont megoldjuk azzal, hogy civilbe megyünk hozzájuk, és úgy beszélgetünk. Fontos az, hogy partnerként tudjunk velük beszélgetést kezdeményezni, vagy partnerként tekintsünk rájuk. Tehát, ha ők olyan kérdést tesznek fel, amit ők komolyan gondolnak, lehet, hogy a mi szemszögünkből egy kicsikét olyan gyerekes, de úgy kell nekik válaszolni, egy megértsék, kettő hiteles legyen. Tehát a hitelesség nagyon fontos, és hogy nem ámítani kell őket, nem megijeszteni kell őket, tényeket kell közölni velük, és megmutatni azt a kiutat, hogyha ezeket betartják, vagy így viselkednek, akkor sem a kortársaik által befolyásoltság alá nem fognak kerülni, sem pedig esetlegesen a felnőttek hatása alá nem kerülhetnek, hanem ők saját józan ésszel hozott döntésekben tudják azt, hogy mi lehet a kockázat, van-e benne kockázat, ha döntök, dönthetek így, dönthetek úgy, de mindegyiknek lesz következménye, melyiket vállalom. Mert ebben már nekik kell szabad utat teremteni. Mi azt tudjuk megmutatni, hogyha ezt választod, akkor ebben nem lehet áldozat, későbbiekben pedig nem leszel elkövető, nem tudnak befolyásolni sem a kortársaid, sem pedig az olyan jellegű felnőttek, akik azt próbálják kihasználni, hogy te még gyereknek számítasz, vagy fiatalnak, és megpróbálnak befolyásolni. De ugyanez mondható a felnőttekre is. Mi csak azt tudjuk megmutatni nekik, meg javaslatokat tudunk tenni, aztán, hogy ők majd ebből mit fognak megfogadni, az már rájuk van bízva. Mi igyekszünk kiutat mutatni valamilyen formában az alagút végén, és bízunk abban, hogy megfogadják a tanácsainkat, és egyik korosztály sem fog áldozattá válni semmilyen tekintetben. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzá. Én is köszönöm a meghívást. A körzeti megbízottak többnyire egyedül teljesítenek szolgálatot. A Bodajki KMB-snek azonban van egy társa is, mégpedig egy fényképezőgép, amit hogyha tehet, akkor mindig magánál hord. És nézzék csak, milyen jól teszi. Keserű Gergő mobiltelefonnal kezdett el fotózni, aztán 7 évvel ezelőtt ezt az alkalmatosságot fényképezőgépre cserélte. A rendőrzászlós azóta, amikor csak teheti, a hobbiának él. Tervez, előkészít, majd megvalósít. Nagyon stresszes munkám van, és kell valami, amivel feltöltődik az ember. Én kint a természetben találom meg azt a nyugalmat és csendet, ami visszatölti az energiámat, és
közben, hogyha nálam van a fényképezőgép, akkor miért nem mutatnám ezt meg másnak. Amerre járok a világban, arra fotózom, de azért a szívem csücske az Mór marad. A másik nagy szerelem nem csak veterán autók, de leginkább azok. Egy elég jó autós társaság van a baráti körömben, és mindig cserélődnek az autók, ezeket természetesen muszáj fotózni és próbálgatni. Tíz éve kerültem ki Bodajkra körzeti megbízottként, és bár csak 8 kilométerre van Mórtól, nekem semmilyen információm nem volt Bodajkról. A legelső benyomás az volt, hogy egy kisváros egy dombola közepén, amin három kereszt áll. És aztán egyre többet tudtam meg ezekről a keresztekről, és erről az egész vallási központról. Ez egy nagyon ősi hely, és van benne valami olyan kisugárzás, ami vonza az embert, ami miatt mindenki előbb vagy utóbb meglátogatja ezt a helyet. Minden egyes napszakban, minden egyes évszakban mást mutat, és szeretném ezt bemutatni másoknak is. Mindenki számára kell egy fix pont, egy kapaszkodó, és azt hiszem, hogy a vallás, még hogyha az emberek nem is vallják be maguknak, ez egy nagyon jó kapaszkodó, egy kiinduló pont bármihez. Mit jelent a hit számodra? Ez egy nehéz kérdés, ez mindenkinek mást jelent. Nekem nagyon fontos ahhoz, hogy minden nap fel tudjak kelni, és ugyanúgy folytassam teljes lendülettel és erőbedobással a munkámat, az életemet. De szeretném, hogy több emberhez jussanak el a képeim, egészen jó eredményeim vannak eddig, és van olyan fotóm, amelyikkel már külföldi autókiállításra jutott ki egy barátom. A National Geographicnál is vannak már eredményeim, naptárakba kerülnek képeim, ezt szeretném folytatni, és egyre jobban kiszélesíteni ezt a dolgot. Keserű Róbert most már itt a stúdióban. A beszélgetés vége után rendőrségi autókat láthattunk. Hogyan egyeztethető össze ez a hobbi és a munka? És hát a körzeti megbízott itt civilként úgy tűnik, hogy ő az igazi rendőr, aki tulajdonképpen ott van, segít, hogyha baj van, akkor meg intézkedik. Igen, a hobbit és a munkát egy felkérésnek köszönhetően tudom összeegyeztetni. A Fejér megyei rendőrfőkapitányságnak a sajtóosztálya kért meg, hogy amennyiben módom és lehetőségem van rá, akkor munka közben is készítsek képeket, örökítsem meg a mindennapjainkat, hogy mások is láthassák. Hát a körzeti megbízotti szakma az tényleg a rendőrségnek egy eléggé speciális ágazata. Nem könnyű, és nagyon sok idő kell ahhoz, hogy az ember nyugodt szívvel kimondhassa magáról, hogy hát talán már körzeti megbízott vagyok, lassan 10 éve csinálom, most már néha elhiszem, hogy jól csinálom. Mert hogy a bodajkiak fordulnak önhöz segítségért, vagy mitől függ az, hogy akkor az ember tényleg körzeti megbízott legyen? Ez mit jelent? Igen, ebben a legfontosabb az, hogy a közösség befogadjon, elismerjen, és most már nagyon pozitívak a visszajelzések, keresik az emberek a társaságomat, akár szakmával kapcsolatosan, akár magánéletben is. Ez miért fontos egyébként, hogy bízzanak a körzeti megbízottban az emberek? Mi vagyunk a kapocs a civil szféra felé, tehát mi vagyunk általában azok az emberek, akiknek először elmondja a problémáját az állampolgár. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy meglegyen a bátorsága ahhoz a jó tapasztalatai alapján, hogy hozzánk merjen fordulni. Nagyon a képek láttál meg a kis beszélgetés kapcsán, nagyon úgy tűnik, hogy érzékeny emberről van szó, tehát Keserű Gergő érzékenyebb tűnik, de hogy rendőr is a rendőr lehet érzékeny? Vagy mi az a határvonal, amit nem szabad átlépni, vagy meg kell engedni, vagy ki kell nyitni? Ez hogy van? Amikor felveszi az ember az egyenruhát, akkor ahhoz társul egy
egyenruhához méltó viselkedésmód, tehát az érzékenységet és az egyéni dolgokat, azokat otthon hagyjuk, bent maradnak az öltözőben, és amikor végeztem a munkámmal, akkor megint Keserű Gergő fotóssá válok. De hogy ez ennyire élesen el is kell választani, tehát hogy a körzeti megbízotti munkában nem pont az a lényeg, hogy kicsit nem annyira hivatalos, hanem inkább személyes is, mert hogy ott talán nem csak amikor egyenruhában van, akkor mennek oda. Hát ez pillanatról pillanatra változik, bizonyos helyzetekben maximálisan keménynek kell lenni, más helyzetekben pedig épp az ellenkezője szükséges. Ehhez kell talán a legtöbb eltelt idő és a legtöbb tapasztalás, hogy az ember el tudja dönteni, hogy mikor, milyen attitűdöt vegyen fel. Sok játék van a képekben a fénnyel. Ezt mondjuk a rendőrségi munkára átvetítve mi jelenthet fényt? Hát egy-egy felderített ügy, egy megoldott probléma, az mindig bearanyozza az ember napját, és úgy gondolom, hogy ezekért a pillanatokért csináljuk alapvetően az egészet. Akkor legalább kettő ilyen történetet szeretnék most hallani. Hát... mindjárt gondolkozom. Úgyis vágva lesz, igen, ugye? Mondjuk, okay. Nem, ez így teljesen élőben adjuk ezt a dolgot. Történt-e olyan, amikor esetleg egy köszönet, vagy tényleg egy sikeres felderítés történt, jut-e most eszébe ilyen? Természetesen ez a munkánkkal együtt jár. Hát, mivel egy kis közösségről beszélünk, én nem emelnék ki semmit, és senkit személy szerint, elég gyakori, hogy pozitív eredmények születnek. És akkor ezért érdemes nap, mint nap. Igen. Tervek a közeljövőre nézve, akár fotózás, akár pedig a szakma szempontjából, melyek? Hát a fotózást azt ebbe a mederbe szeretném tovább folytatni. A szakmámmal azt hiszem, hogy én most maximálisan elégedett vagyok, jó helyen vagyok, úgy érzem, hogy jó dolgot csinálok, ezt szeretném folytatni a továbbiakban is. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk, és mindezt elmondta nekünk. Köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, Kék lámpások a köztérben egy hónap múlva lesz legközelebb, de köztér lesz jövő héten, pénteken is, tartsanak akkor is velünk, várjuk Önöket, viszontlátásra!